Szeptember 8-án már 5. alkalommal rendezték meg a Tisza Végi Napot a vasúton túli, más néven Tisza szőlőnek is nevezett városrész lakói számára. A program szervezője a 8. egyéni választókerület önkormányzati képviselője Stórc Márton volt. A nap folyamán kézműves foglalkozás, ugrálóvár, szkanderbajnokság, óriás kolbász kóstoló és többféle muzsika várta a Tisza Végi Nap vendégeit. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon örülök, hogy az idén 5. alkalommal is megtisztelték a rendezvényünket és eljöttek. Először is szeretném bemutatni kedves barátunkat, nem is tudom másnak nevezni, csak a barátunknak, aki már itt elkápráztatta nagyon szép, kellemes dallamokkal a kedves egybegyűlteket. Mégpedig Len, ez a billentyűk királya nem más, mint Nagy Sándor! Nagy tapsot kérek neki! Egészen záróráig, délután 5 óráig élvezhetjük ezt a nagyon szép muzsikát, és kérem, hogy kérjen is mindenki kedvencét, hogy legyen olyan zene, amilyet szeretnénk. Előre is köszönjük neki az együttműködését, ezt a szép napunkat bearanyozza. És akkor igazából szeretnék bemutatkozni, Kovács Piroska vagyok, a mai nap háziasszonya. Megtiszteltetés, hogy az lehetek, mert ez a tiszafüredi település rész, ahol most vagyunk, igazából mindig nélkülözött mindent, és nagyon boldog vagyok, hogy ezzel a rendezvénnyel egy kis színt hozhatunk mindenki életébe. És nem csak Tiszafüredről vannak, hanem a környező településekről. Köszöntsük őket egy nagy tapssal! És nagyon kedves új barátaink vannak Nagy Tájáról. Nekik is egy nagy tapsot küldjünk. Szeretettel köszöntünk benneteket, és érezzétek nagyon jól magatokat, mint ahogy mindannyiunknak ezt kívánom, érezzék nagyon jól magukat. És akkor van egy nagyon kedves kötelességem, mégpedig, hogy a színpadra hívjam országgyűlési képviselőnket, Kovács Sándor urat, nagy tapsal köszöntsük. Azonnal átadom neki is a szót, és a mai nap a rendezvény házigazdájának, a körzet képviselőjének, Stórc Mártonnak. Mindkettőjüknek köszönöm, hogy itt vannak, és átadom nekik a szót. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent rendezvényünkön. Immáron az 5. Tisza Végi Napon. Én szeretnék egy pár mondatba az elmúlt egy évről megemlékezni. Elkészült 3 aszfaltos utunk. Hát jó magyar szokás szerint elkészült már annak a javítása is. Még hál' Istennek garanciába. Ezen kívül 110 négyzetméter járda fog megújulni ebbe az évben, már el is kezdték, a bontásnál tartanak, valamint folyamatosan folynak a zúzott köves utak karbatartása, ami még nincs teljesen elvégezve, de körülbelül 1 napos munka van még hátra. Ezen kívül még el szeretném mondani, hogy folyamatosan megy a fűnyírás, a személygyűjtés, és ezen a téren bátran állíthatom az összes körzet közül a Tiszavégi körzet áll a legjobban. Nem szeretném rabolni az idejüket. Átadnám a szót Kovács Sándor, most már országgyűlési képviselőnknek. Tisztelt hölgyeim és uraim, én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket ezen a csodálatos őszi napon, és nem csalódtam, hiszen az 5. alkalomból legalább 4 alkalommal voltam itt a Tiszavégi napokon, és mindig azt láttam, hogy itt Tiszafürednek egy nagyon jó összetartó kis közössége jön össze, és a szúnyog se lesz, mert a kolbász felől jön a füst, úgyhogy érezzük is.
Én azt látom, hogy mindig egy nagyon jó közösség jött Tiszafülöpnek egyik legszebb részén. Ezen a kertvárosi részen nagyon szép rész, és ahogy képviselő úr is mondta, az utak is fejlődnek, a járdák is fejlődnek, és mindjárt megkérem Sturz Márton barátomat, hogy menjen le és ne figyeljen ide, mert elkezdem majd dicsérni mindjárt, mert azt látom, hogy nagyon jó közösségszervező és nagyon jó gazdája ennek a körzetnek, és azt is kell látni, hogy egy ember nem mehetne semmire ebbe a munkába, hogyha nem lenne ilyen segítsége nekik, mint az itt lakó emberek, azok is, akik itt vannak ezen a mai napon. Én gratulálok a tiszafürediéknek, itt a Tiszavégen lakóknak, és kívánom azt, hogy érezzék nagyon jól magukat, jó étvágyat a finom, jó illatú kolbászhoz, amit már tavaly is, meg talán tavaly előtt is megkóstoltam itt, hiszen nagyon jó volt, és kívánom azt, hogy amikor az ebéd után egy kicsit megül az ember, hogy jó sör egy fröccs mellett, a férfiak még egy pálinkát is, ha megisznak, akkor legyen jó hangulat, és a dal, a nóta kíséretében egyet énekeljenek, akinek a lába bírja, az még táncoljon is egyet. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és köszönöm szépen, hogy Sturz Márton barátom én már 5. alkalommal meghívott erre a nagyon vidám és kitűnő rendezvényre. Köszönöm szépen! Még szeretném Piroskát felhívni ide közénk. Ugyanis azt tudni kell, hogy Piroska és kedves férje János nélkül ez a rendezvény soha nem jöhetne létre, és mint a rendezvény gazdasszonyának szeretnénk egy csokor virággal kedveskedni. Országgyűlési képviselőnk a puszit adja. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek! Érezzétek! Thank you.
úgy alszom el, legyen fölkön mögött a világ. Éjsz meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Megint elment a nap, ahogy mindig szokott, de túl sok van már, amit mi itt vagyunk. Ami félig volt kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkül változzanak. The shooting star fell down to earth.
Hogy itt lehetünk ezen a kis családi, baráti hangulaton, majd jövőre is jövünk, ha jövünk. Akkor jövünk jövőre is. Hát akkor lé, mamó, lé! Lé, mamó, lé! Gyerünk, lé, mamó, lé! Lé, legjobban táncolja, hogy és a férfiak, hogy tegye fel a kezét, aki szeret és tud is jól táncolni. Megveri útra itt a színpadon. Jó, meg a legnagyobb zsiványok, jaj, mámó, lé,
Jól érzi magát, hogy kérdezzem meg. Valaki bedobott hozzánk egy sapkát, ez ki volt? Mi van ráírva, ami...